Új szabályokat fogadott el kedden az Európai Parlament a kényszermunkával előállított termékek uniós piacról való kiszorítása érdekében. Az új szabályozás értelmében a nemzeti hatóságok vagy az Európai Bizottság vizsgálatot indíthatnak a kényszermunka alkalmazásával gyanúsítható termékekkel kapcsolatban, és megtilthatják az ilyen termékek értékesítését. Az egyik előadó, Samira Raffaella holland európai parlamenti képviselő elmagyarázta, miért fontos ez az Európai Unió számára. Ha figyelembe vesszük, hogy körülbelül 27,6 millió ember válik kényszermunka áldozatává a világon, akkor ez valójában azt jelenti, hogy harcolnunk kell a kényszermunka ellen. Ezek súlyos emberi jogsértések. És ma az történt, hogy az Európai Parlament is azt mondta, befejezzük a kényszermunkával készült termékek beengedését a belső piacra. Ez megerősíti a piacunkat, ez megvédi a vállalatokat és védi a fogyasztókat, de elsősorban az emberi életeket. A rendeletet 555 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 45 tartózkodás mellett fogadták el, ami jelzi az Európai Parlament szinte valamennyi képviselő csoportjának széleskörű támogatását. Annak ellenére, hogy a világon bárhol gyártott termékekre vonatkozik a rendelkezés, úgy tűnik, hogy a törvény konkrét célpontja egy adott ország államilag támogatott kényszermunkája. Lesz egy lista a magas kockázatú területekről és szektorokról, és valóban fontos mutató az állam által kiszabott kényszermunka. Ezt láthatjuk Kínában. Ezt alkalmazzák Xinjiangban, ahol olyan sok ujgur ember találunk, akiknek megsértik a jogaikat, és pontosan ezt kell megállítani. A kényszermunkából készült termékeket, amelyekről kiderül, hogy már forgalomba kerültek az EU piacán, eladományozzák, újrahasznosítják vagy megsemmisítik, míg a cégeket pénzbírsággal sújtják.